Sziasztok, üdv mindenkinek egy újabb videóban, nevem Kitty. Fonagy Kitty néven ismerhettek a TikTokon. Tudom, hogy nagyon sok YouTube-os követőm néz engem a TikTokon is. Úgy érzem, hogy pont emiatt valamilyen magyarázattal tartozok afelől, hogy miért nincsenek új videók, miért tűnt el a profilom, és sajnos a videó címe nem hazudik, letörölték a profilomat, eltűnt a csatornám. Nagyon sok üzenetet és kommentet kaptam tőletek azzal kapcsolatban, hogy mi történt, hova tűntem. Szeretném ezúton is megköszönni tőletek, mert ez nekem egy nagyon jó visszaigazolás arról, hogy szívesen nézitek a videóimat, és tényleg nagyon jól esik. Jogosan merül bennetek fel az a kérdés, hogy akkor most végig a csatornámnak abba hagyom a TikTokot. Ezt szeretném nektek elmondani ebben a videóban, de előtte hadd meséljem el nektek azt a történetet, hogy hogyan veszítettem el a csatornámat. Egyik nap kaptam egy olyan e-mailt, amiben küldött nekem a TikTok egy hitelesítő kódot. Tudjátok, a hitelesítő kódok arra vannak, hogy az e-maileddel visszaigazold azt, hogy egy profil hozzá tartozik. És én ezt nem értettem, hogy megkaptam egy ilyen kódot, hiszen nem próbáltam meg bejelentkezni. Kijelentkezni sem jelentkeztem ki a profilomból, szóval ez kicsit furcsa volt, de nem nagyon foglalkoztam vele. Aztán délutánra, ilyen 2-3 körül szerettem volna posztolni az aktuális napi videóimat, és ezért be is léptem a profilomra. Mármint beléptem volna, de nem sikerült, ki voltam jelentkeztetve. A felhasználó nevemmel, amikor bejelentkeztem, akkor azt írta ki, hogy nem is létezik ez a profil, szóval nagyon megijedtem. Utána pedig az e-mailemmel próbálkoztam, és itt küldettem magamnak ilyen hitelesítő kódokat, arra se reagált semmit, és a végén pedig kiírta azt, hogy ez a profil zárolva van. Teljesen azt hittem, hogy meghekkeltek, mert hogy a valakinek már elege volt abból, hogy napi 3-szor posztolok, aztán úgy gondolta, hogy akkor végleg letudja a problémát, rámegy a profilomra, aztán letörli, de utána megnéztem én is, hogyha letörlöd a profilt, akkor ezt még 30 napon belül vissza tudod állítani egy gombnyomással, szóval ezt kizártam, hogy nem ez történt. Megkértem anyukámat, hogy gyorsan keressem már rá, hogy egyáltalán ott van még a profilom, és megnéztük azokat a videókat, amikben meg voltam jelölve. Amikor rámentem a jelölésre, egy üres profil dobott fel, szóval nagyon-nagyon csalódott voltam. Lehet, hogy ez nektek furcsán hangzik, hogy ennyire elszomorít, hogy eltűnt a TikTokom. Viszont ez egy olyan dolog, ami már nagyon közel nőtt a szívemhez, és egy 2 éves munkámat foglalja magába, hiszen majdnem minden nap posztoltam oda valamilyen tartalmat, jelentkeztem, és nagyon sok időmet ráfordítottam. Már majdnem 111 ezeren voltunk, és tök örültem, mert egy mérföldkövet, a 100 ezer feliratkozót nemrég léptük pont át, tök boldog voltam, és ez egy olyan dolog volt, amire nagyon büszke is voltam. És akkor hirtelen egyik napról a másikra minden indoklás nélkül eltűnik, hát tényleg nagyon csalódott voltam, de nem adtam fel, mindenféle oldalakra felmentem, és megnéztem, hogy hogyan lehet visszaállítani a TikTok profilodat, miből látod, hogyha letiltottak, vagy kit kell ilyenkor megkeresni, és tényleg én mindent megpróbáltam. Azóta minden nap körülbelül ilyen 50 körüli e-mailt elküldök, azokra az e-mail címekre, amiket interneten találtam, és a TikTokhoz tartoznak, jelentem a problémát a TikTok oldalán, de semmi nem működik, semmire ilyen választ nem kapok. Nem tudom, hogy ez most 2-3 hétben, egy hónapban vagy egy évben fog telni, mire végre válaszolnak, vagy visszaállítják a profilomat. És már a honlap, ahol jelenteni lehet a problémát, az is letiltott, mert annyiszor jelentettem, hogy ugye letiltottak. És a legrosszabb az tényleg az, hogy nem tudom, hogy miért. Mert semmilyen kompromitáló tartalmat nem raktam ki, ilyen Instagram vagy telefonos lifehackeket és főzős, sütős videókat posztoltam. Szóval tényleg egy óriási rejtély, hogy mi lehetett az, ami kiakasztotta az algoritmust annyira, hogy engem letiltsanak. Lehet, hogy az egyik főzős videómban, ahogy vágtam a hagymát, az túl agresszívnak bizonyult az új használói feltételekhez mérten, és ezért letiltották a profilomat. Nem értem az egészet. Vagy még az is jobb, hogyha magyarázat nélkül leszedik a videót, de nem az egész profilt, nem úgy, hogy le is van törölve. Már láttam ilyet, hogy vannak olyan felhasználók, akiket letiltottak, de legalább akkor ott van a profil, szóval még rá tudok keresni a profilra, látom, hogy egy ideje már nincsen aktivitás, de legalább ott a profil. Nekem még azt is letörölték, szóval ez emiatt aggódom nagyon, hogy egyáltalán van-e még mód arra, hogy ezt visszaszerezzem.
írjátok meg nekem, ha ti erről többet tudtok, hogy hogy lehet esetleg visszaszerezni a profilt. Én teljesen el vagyok veszve, mert már mindent próbáltam, de semmi nem jött be. Én arra számítanék, hogy a TikTok, mivel egy ilyen nagy cég, ezért folyamatosan 0-24-ben van egy ügyfélszolgálat, ahol egy csomó ember ül és beszélnek azokkal, akik használják az alkalmazást. Milyen is van, hogy Facebook ügyfélszolgálat, szóval milyen nincs TikTok ügyfélszolgálat. Nagyon-nagyon fura szerintem. Ameddig viszont nem állítják vissza ezt a régi profilomat, addig új profilon fogok posztolni, szóval nem hagyom abba a TikTokot. Az új profilomat úgy hívják, hogy Funakiti 2, és úgy érzem, hogy jó is, hogyha van egy ilyen biztosíték profil, mert akkor, hogyha esetleg megint megtörténne, hogy letiltják a normál csatornámat, akkor itt ezen fogom tudni folytatni a videókat, tudom veletek tartani a kapcsolatot, szóval, hogyha van kedvetek, akkor itt kövessetek be. Minél több régi videómat is igyekszem majd ide feltenni, de a legnagyobb gond, amire a jövőben titeket is buzdítalak, hogy tegyétek meg, és ami ilyen hibát még egyszer én sem fogok átkövetni, mégpedig az, hogy nem mentem le a videóimat. Nagyon szeretem szelektálni a képeimet, és úgy vagyok vele mindig, hogy ha már fel van töltve a videó, akkor minek őrizgessem, úgyis le tudom menteni a profilomról is, szóval felesleges ezzel a telefonom tárhelyét csökkenteni. Viszont innentől kezdve minden videót, amit elkészítek, azt le fogok menteni. Aki TikTokozik, az biztosan emlékszik arra, hogy volt egy ilyen időszak, amikor azt hittük, hogy le fogják törölni a TikTokot, de ez nem történt meg, viszont én akkor minden videómat lementettem a biztonság kedvéért, és reménykedtem abban, hogy maradjon meg ez a platform, de aztán ugye nem történt baj, és utána úgy gondoltam, hogy hát akkor minek mentsem le, nem lesz itt semmi, aztán mégis megtörtént a baj. Viszont most már sokkal pozitívabb vagyok, kellett ez a pár nap, hogy leülepedjen ez a sok, mert engem tényleg ez ilyen sok hatásként ért, bármennyire is furán hangzik, hogy ettől ennyire el tudok szomorodni, pozitívan állok hozzá a dolgokhoz. Az új profil az biztosan új lehetőségeket is biztosít majd számomra, és egy új kezdetet. Mindenképpen kövessetek be ott is, szóval remélem, hogy az új csatornámon is majd tudok veletek találkozni, vagy majd ha a régin, hogyha azt visszakapom, jelentkezni fogok, szóval ott is találkozunk, és jönnek ugye nyilván az új YouTube videók is, szóval ne felejtsétek el ezt a videót lájkolni, és rákattintani a feliratkozásra, hogy ne maradjatok le a legújabb feltöltéseimről. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, imádlak titeket, sok puszi, sziasztok! She may be pretty, she may be smart, she may be funny, she's changed your broken heart. I'll never be her, although I try. She may seem perfect for you, but so am I. And I know.